akkor a tiétek lesz Polgár és környéke, Fogyás, Újszentmargita, Tisza Gyula háza. Mi meg akkor megyünk Böszörmény felé, a Ród, Bodaszőlő. Hát akár valahol láncszavazás, vagy bármilyen rendkívüli esemény várható. Völgyesi Márton vagyok, civilben a vendéglátásban dolgozok. 2014 óta foglalkozok igazából közéleti dolgokkal, aktivistáskodással. Az Ahangnak vagyok a megyei koordinátora. Január óta dolgozunk a Tiszta Szavazás projekten, és hát ennek ma érkezett el a nagy napja, a általunk V-napnak nevezett választási nap, amiben hát egyszer az országnak több száz helyszínén rejtett és látható őrszemekkel, autós csapatokkal, amiben most épp az egyikben ülünk, illetve pultozásokkal próbáljuk megvédeni a választás tisztaságát. Igen. Nándék is úton. Hajdúböszörményben egy 3-as BMW-vel szállítják a helyi roma telepben élőket. Hajdudorogon egy fehér Oktáviával. Böszörményben ti láttatok valamit? Itt is eddig csak autók jöttek, busz nem. Meglátjuk. Nekem már van egy kislányom, úgyhogy nem csak az én jövőről, hanem az ő jövőről is döntök. Orbán Viktor mindenképpen. Nagyon jól sakkozik. Előre megfontolt lépései vannak igazság szerint, szerintem. És a jövőben lát. Tehát a jövőben lát. Jól tervez. Ez lenne a legfontosabb, hogy háború ne legyen. Ne lövődözzünk itt egymással. Most beszéltem Lénárt Attilával. Elvileg a hortobágyi buszosztatásnak vége. Ők most elhagyták a helyszínt, mert úgy néz ki, hogy 2,5 órája nem jelentkezett a busz. Uh-huh. Szóval megijedtek, és úgy látszik, hogy egy jogsértés az végül elhárítva. Itt vagyunk Hajdúböszörményben, Dobó István úton, egy szavazóhelyiség környékén. Látszik, hogy egyébként környéken Tiba Istvánnak van a legtöbb plakátja, Mi Hazánkos plakátból is van, a többiek meg vannak inkább rongálva. Innen jelentettek most láncszavazást, szétnézünk, de igazából itt mindig benne van az is, hogy ez csak elterelés. Őszintén megmondom, hogy mit nem politizálunk, hanem én a Fidesz pártja vagyok már 22 éve, ez a terület az enyém, engem mondtam, hogy én besegítek nekik, hogy az Orbán maradjon továbbra is képviselőnek, és maradjon Tiba Isványi, maradjon továbbra is ország képviselő. Nagyon sokat tett a romák érdekében és Hajdúböszörményben, mert most elég kis összegednél kaptunk élni személy kiszállításra. És akkor most itt látni majd embereket, hogy mennek szavazni, vagy mennek viszik szavazni, vagy itt már elmentek már, vagy már megvannak már? De itt a magyarok viszik a saját családjukat, viszik befelé mindent. De ez nem igaz, amit lehet azért hallani, hogy ilyen-olyan dolgokat azért adnak, pénzért is vesznek? Nem igaz, ez 100%-os, nem. Ez mind hadugság. Az ember mondja a ellenzők, hogy még pénzt megad, nem. Nem, mink az én megyek. Isten, saját önmagunk. Sök maga ember elmegyek, nem igaz. Ne legyék háború. Az agyon mellé fogod, hogy itt pénzért vagy valamit. Ah. Semmit. Hogy állunk oda bent? Igen? Bemert már vagy 80%? Tessék? Értem. Jó van. Jó. Hello. Mi volt a hívás? Engem itt oda bent, hogy jó áll a Fidesz. Jó. Jó oda ment a Fidesz bent a városba. Hát mennek az emberek szavaznak Fideszre. Mennek. Befele. Hát ott mondja, 80-90%-a van, mind a Fidesz szavaznak oda bent. Bent.
és bízok benne, hogy megjelenik a választás, és bízok, hogy Tiba István továbbá is marad, ország képviselőnek.